Hetedik fejezet. A bátorság próbái. Wilkins tanár úr, mint amolyan 91 néhány éves öregedő ember, legfeljebb 4-5 órát aludt egy éjszaka. Most is kora hajnalban ébredt, csodálkozva megállapította, hogy nem otthon az ágyában, hanem a Quintobuson egy karosszékben fekszik, azután gyorsan felkelt. A szomszéd karosszékben felriadt Solt Zsolt is. Mi az, tanár úr, hová megy? Úgy gondoltam, hogy elvégzek egy kis szakmámba vágó munkát. Pontos térképet készítek a szigetünkről. No, ez engem is nagyon érdekelne. Mindig szerettem volna földrajztanár lenni. Miért nem lett? Mindenkinek joga van 4-5 diplomát szerezni. Lusta voltam, felelte a műszerész. De ha most magával vinne? Tessék, tessék csak, nagy örömmel. Lesiettek a folyóhoz megmosakodni, azután jókedvű prüszköléssel csapkodták magukról a vizet. Hát ez bizony nem az otthoni langyos fürdőmedence. De nagyon jó. És egészséges. Megettek néhány banánt, testvériesen megfeleztek egy estéről maradt teknős 20 szeletet, azután kivontattak a Quintobusból egy helikoptert. A Quintobus belsejében ugyanis, akárcsak vala a hajókon a mentőcsónakok, helikopterek, motorcsónakok sorakoztak, sőt, 2 darab 4 személyes kis Quintobus is volt, váratlan veszedelmek esetére. Szóljunk Bencének, hogy elmegyünk. Bence és Ballai Tamás szextilon takarokba csavarozva ültek a hamvadó tábortűz mellett. Előre is hálás köszönet a térképért, mondta Bence. Csak ne maradjanak el nagyon sokáig. Wilkins és Solt Zsolt elszállt a vízesés fölött. Zsuzsi felriadt a sátorban. Mintha a helikoptert hallanék. Ezt is felült. Nem hallok semmit. De, fülej csak! Ki lehet az? Biztosan Bence professzor vagy Tomi ment el körülnézni. Te, én már nem tudok aludni. Én sem. Járjunk egyet az erdőben. Keressünk friss gyümölcsöt a reggelihez. Vagy osztrigát a tengerparton. Nagyon jó, szólalt meg álmosan Éva. Azt majd Zsuzsi fogja meg, én nem veszem a kezembe. Évi, te is jössz? Én inkább alszom. Alig néhány perc múlva Zsuzsi és Eszti jókedvű énekszóval iramodott az erdő felé. Csak erre a keleti lejtőn menjetek, kiáltok utánuk aggodalmasan Tamás. Jó, jó, már hallottuk. És ne menjetek mélyen az erdőbe. Iránytűtök van? Van, van. Az erdő tele volt érett kókusszal és banánnal, a fák tövében ismeretlen fajta gombák nőttek. A fatörzsek le liánok kapaszkodtak. A gazdag zsákmány egyre bejebb csalogatta a két lányt. 5 óra sem lehetett, amikor a nap már teljes pompájában ragyogott. Az őrséget abba lehetett hagyni. Aludjunk egy órát? Kérdezte Bence. Csöppet sem vagyok álmos. Én sem. Hát akkor megcsinálhatjuk most a fensíkhoz vezető utat. Hány ember kell hozzá? Tulajdonképpen nem is kellenek, ha professzor úr segít, mire a többiek visszaérnek, elkészülünk vele. Nem bánom, Tamás, de kissé Tamás vagyok a dologban. Sajnálja a szupermetált? Hát, őszintén szólva sajnálnám, ha pocsékba menne a drága kincs. De ha egyszer megígértem, odadom. Gyerünk a műszerekért. Bence András és Tamás kihozta a tisztás közepére a légsűrűsítő berendezést, és felállította az erdővel szemben vagy 30 méterre a sátortól és a Quintobustól. A légsűrítő tömlőjének szájára egy megapresztiton gyűrűt csavartak. A gyűrű előrenéző élére Tamás vasporszerű fekete szemcsés anyagot szórt, az úgynevezett szupermetált. Erről a két anyagról, a szupermetálról és a megaprestitonról el kell valamit mondani. A metalit a 20. század végén ismert legnagyobb keménységű ötvözet. Keménysége a gyémánt 50-szerese. A szupermetál olyan ötvözet, amely 100-szor keményebb a metalitnál, vagyis 5000-szer keményebb a gyémántnál. Vasat, kősziklát úgy borotvál ketté, mint az acélkés a vajat. A másik anyag, a megaprestiton, a 21. század egyik legnagyszerűbb találmánya. Ha emlékeztek még rá, kedves olvasóim, már említettem, hogy olyan anyag, amely 1 millió atmoszféra nyomásnak és 5-8000 Celsius fokú hőmérsékletnek is ellenáll. Vagyis ez idő szerint az egyetlen olyan anyag, amely mély földfúrásra használni lehet. Tudva levő, hogy a földkéreg hőfoka 30-33 méterenként 1 fok Celsius fokkal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy 33 km mélységben eléri az 1000 fokot,
100 kilométer mélységben már 3000 fok meleg van, és gondoljuk csak el, hogy a tudomány mai állása szerint a Föld magja csak 2900 kilométer mélységben kezdődik. Elképzelhetjük, hogy azoknak a geológusoknak, akik a Föld középpontjáig akarnak hatolni, milyen hő és nyomásálló anyagra van szükségük. Nos hát, a megaprestiton ilyen anyag. Ha egy darabkáját a tenyeredbe veszed, igénytelen, sárgás, gumiszerű massza. Csak hogy ez a massza magas nyomáson oxigénnel keveredve úgy kitágul, mint hő hatására a higany. Azt biztosan tudjátok, hogy a 20. században az iskolákban azt tanították, hogy a legnyújthatóbb fém az arany, és egyetlen gram aranyjal be lehet borítani egy huszárt lovastul. Nos hát, egy gram megaprestitonnal akár egy huszárszázadot is be lehetne vonni. Tamás még egyszer figyelmeztette Bencét, hogy húzódjon el a felállított légsűrítő közeléből. A tömlő végén újra gondosan megvizsgálta a megapresztiton gyűrűt, és bekapcsolta az oxigénfejlesztőt, majd a nyomásszabályozót 20 atmoszférára állította be. Mintha ágyú óriást sütöttek volna el, az oxigénfergetek süvöjtve szágyúdott át a vanálligeten, maga előtt hajszolva a megapresztiton gyűrűt, amely nyúlt, szélesedett, valóságos páncélalagútként csapódott a fák közé, és amelynek előső karimáján a szupermetálpor úgy szabdalta-kaszabolta az embervastagságú fákat, mint a szalmaszálakat. A hatalmas légnyomás pedig kiröpítette az alagútból a levágott fákat, messzire, a fennsík túlsó végén át a vulkánok közé. Tamás a messzelátón figyelte, mikor éri el a megaprestiton alagút a fennsíkot, azután hirtelen kikapcsolta az oxigént. A megkeményedett megaprestiton cső eleje alig 20 cm átmérőjű volt, majd tölcsérszerűen szélesedett, az erdő szélén már elérte a 3 méteres átmérőt, és végig ezt a szélességet tartotta meg. Nagyszerű alagút, mondta Bence elismerően, csak az elején nem tudunk bebújni. Le kell vágni a keskeny végét, felelte Tamás. Amikor Tamás a légsűrítőt kikapcsolta, a tömlőből nem jött több oxigén, a megaprestiton alagult vége magától lecsúszott róla. Tamás egy csipesszel megfogott egy szupermetál szemcsét, és gondosan körülkarcolta vele a megaprestiton csövet, ott, ahol a tölcsérész már alagúttá szélesedett. Mintha ollóval vágott volna le egy papírcsíkot, úgy vált ketté a megaprestiton. Bence András az alagút szájához állt és belenézett. Amint egy 60 méter hosszúságú, 3 méter átmérőjű cső belül teljesen tiszta volt. A 20 atmoszféra nyomás kirepített belőle minden füvet, fát, indát, gyíkot, bogarat. Innen a völgyből tisztán láthatták rajta keresztül az eget. Az alagút lejtése az erős domboldalnak megfelelően igen nagy, 40-45 fokos lehetett. A megaprestiton alagút oldalfalai hozzásimultak a földhöz, hozzátapadtak a környező fákhoz, rugalmasan, szilárdan ellenállva a külső nyomásnak. Mindössze 0,5 milliméter a falvastagság, és mégsem horpadt vagy szakadt be sehol, mondta büszkén Tamás. Most pedig megszerkeztem a liftet. Hagyj valamit a fizikusunknak is, szólalt meg Éva Tamás háta mögött. Zsolt meg fog sértődni, hogy mindent nélküle csinálsz. Jó reggelt, Évi, felébredtél? Hát, akkorát szólt ez a légsűrítő, hogy majdnem összeestem ilyettembe. De elismerem, nagyszerű ötlet volt. Mit álmodtál itt az első éjszakán? Kérdezte Tamás, és megsimogatta Évi gesztenye barna haját. Bolondságokat. Mégis. Ne faggasd a mennyasszonyodat, nem illik. Gyerünk reggelizni, mondta Bence. Éva megterítette a reggelizőasztalt. Mire a tejszínkonzerv és a gyümölcsaláta az asztalra került, Wilkins és Sol Zsolt éppen visszaérkezett a helikopterrel. Egész sereg régi felvételt hoztak magukkal, kijelentették, hogy délig sztereoszkópjuk segítségével elkészítik a sziget térképét. Zsolt, neked más munkád volna? És pedig? Évi azt mondta, bízzuk rád a lift megoldását. Zsolt csak most vette alaposabban szemügyre a megaprestiton alagutat. Hű, de jó ez! Tudod, Tomi, hogyan kellene a liftet megoldani? Nos, Paternosterrel. Az alagút felső végére elasztíton gerendát teszünk. Arra jön a drótkötél és a csiga. Az egyik kis kapacitású atomreaktorunkat teszem a motorhoz energiaforrásnak. A drótkötélre teherszállító kosarakat és személyszállító karosztékeket szerelünk. Várjunk a reggelivel? Kérdezte Éva. Vagy készítsem el a rántottát.
Eszti és Zsuzsi még mindig nem kerültek elő. Pedig megígérték, hogy 1 óra múlva visszajönnek, és már vagy 3 órája mentek el, mondta bosszúsan Bence. Remélhetőleg nem érte őket semmi baj. Csak nem voltak a tisztás fölött, amikor a Megaprestiton alagutat készítettük, gondolta nyugtalanul Tamás, de hangosan kimondani nem merte, hiszen megmondtuk nekik, hogy arra ne menjenek. Ha elkapta őket a rettenetes légnyomás, megették a reggelit. Utána Bence beosztotta a munkát. Sol Zsolt megszerkeszti a liftet, Éva és Tamás a liften felszállítja a sátrakat, bútorokat a fensíkra, és tábort vernek. Wilkins professzor elkészíti a térképet, ő maga hozzálett a műszeres és a parancsnoki sátor felállításához és működésbe hozza a Plesigno tektonográfot. Zsuzsa és Eszti, nos hát, Zsuzsa és Eszti egyelőre kerüljenek épségben haza. Amikor az expedíció másik 5 tagja befejezte a reggelit és hozzálátott a táborveréshez, Eszti és Zsuzsa milyenben járt az erdőben. A banánpálmák vidéke még hajnalban elmaradt mögöttük, és most a jószagú, ismeretlen gyümölcsű lombos fák között jártak. A fák nagy részén a levelek különös módon nem vízszintesen, hanem mereven, függőlegesen álltak. Ez az erdő itt alig adott árnyékot, a fák fölött forrón perzselt a nap. Ausztráliában és Dél-Amerikában vannak ilyen fák, mondta Zsuzsa. Egyszer földrajzórán megnéztük. Én azt hiszem, a rémmesékben vannak ilyenek, borzongott Eszti. Mintha nem is volnának igazi fák, csak kísértetek. Húhú, ne ijeszkes, nevetett Zsuzsi. A következő pillanatban megrezzentek a fák, mintha millió kéz tépte volna az ágakat. Sűvítő szélvihar keletkezett, és letépett lombok, pálmafák koronái, fatörzsek röppentek szét a levegőben. A két lány riadtan rapult egy fatörzshöz, és dobogó szívvel várta, miféle új veszedelem szakadt rá. De semmi nem történt. A szélvihar lecsendesült. Az ég kéken ragyogott. A megtépázott fákról lepotyogott ugyan egy halom gyümölcs, és felvert madarak rebbentek szét, de más nem változott. Mi volt ez? Földrengés? Nem tudom, jó volna visszafordulni. Arra nem merek, onnan a völgyből jött a rubar. De arra kell mennünk, ott van a táborunk. Kerüljük meg a hegyet, én nem merek az erdőn át visszamenni. Ijedtükben eldobálták az összegyűjtött ananászt és banánt, és 4 kézláb kapaszkodtak felfelé a sziklákon. Az erdőből kiútva kopár, vöröses színű sziklacsúcshoz értek. Másszunk fel, onnan körülnézhetünk, javasolta Eszti. Nagy ügyei baljal felkapaszkodtak a szinte tükörsima sziklafalon. Mintha üvegből volna, olyan sima. Júj, visszacsúszom! Kiabálta Eszti riadtan. Lávaföld! Hirtelen hűlt ki azért ilyen. Te! Én inkább hasoncsúszva próbálom. Kapaszkodj jól! Mászókötelet kellett volna hozni. Nem kellett volna útnak indulni. Képzelem, hogy keresnek. Majd ad nekünk, Bence. Pedig mi csak egy kis gyümölcsöt akartunk. Úgy tűnt, mintha már órák óta kúsztának a perzselő napon. Eszti ért fel előbb. Egy széles, néhány négyzetméteres téglavörös kőpárkányon találta magát. Alatta, balkész felé, amerről jöttek, barátságosan virított az erdő, de milyen elérhetetlen mélységben. Ugyancsak messze alattuk jobb oldalt, látni lehetett a nagy fensíkot, közepén széles folyóval. A folyó a fensík déli oldalán eltűnt, a zöld fák között. Ott van a vízesés, alatta kell lenni a táborunknak. Nézd, ott az a fényes pont. És ott, mintha mozognának. És nem hoztunk magunkkal messzelátót. Ott vannak, igazán ott vannak, kiáltotta Zsuzsi. Szabad szemmel látom. Sátrakat vernek. Nézd azt a fényes ezüstös foltot. Az egy aluforta sátor. Ha-hó, ha-hó, kiabált Eszti. Ó, te csacsi, ezt ugyan meg nem hallják. Milyen messzire jöttünk? Hát bizony jó messzire. Hogyan fogunk lejutni innen? Ahogy feljöttünk, biztatta Zsuzsa. Eszti a fejét rázta. Nézd, micsoda szakadékok! Én ugyan innen többé le nem mászom. Talán szeretnél itt maradni? Nézd csak oda! Eszti megfordult. Most vette csak szemügyre, hová is jutottak. A sziklatömtől nem messze, ferde, csonkalakú kúp alakú hegyfok emelkedett, mögötte egy másik, harmadik, tizedik. Vulkánkráterek, suttogta. Hát persze, ezt láttuk tegnap a fensíkről. Ezért jöttünk a szigetre. Nézd!
Nézz oda gyorsan, oda, a szélső kúpra. Te, én lefényképezem. Az előbb még nyugodt hegycsúcs fölött szürkés felhő keletkezett. Morgó, tompa zajjal kődarabok repültek a levegőbe, azután visszahullottak a kráterbe. Mintha egy óriás labdázott volna. Fölbe gyökerezett lábbal álltak. A kitörés legfeljebb 2 percig tartott. A gőzfelhő eltűnt, az előbb még füstölgő kráter mozdulatlan volt. Ha nem láttuk volna mind a ketten, azt hinném, hogy álmodom, morogta Zsuzsi. Pihenjünk le egy kicsit, azután próbáljunk meg lejutni az erdőbe. Én már semmit se bánok. Leültek a sziklára, szemük káprázott a perzselő naptól. Mellettük a kövek hasadékaiban gyíkok sütkéreztek. Lustán, barátságosan pislogtak a 2 lányra. Induljunk, mondta Zsuzsi. Oda néz, helikopterek, kiáltotta Eszti. Az erdő fölött köröznek. Minket keresnek. Adjunk jelet, hogy észrevegyenek. Messzelátóval úgyis meglátják a fehér ruhánkat. De nem erre jönnek, a tengerpart felé repültek. Most visszafordultak. Mit csináljunk? Várjunk. Mindjárt 10 óra lesz. 5 órája mászkálunk. Szomjasan és bágyattan ültek a sziklán. A gyíkokat nézték, amelyek váratlanul nagyon különösen viselkedtek. Mintha megbeszélték volna, ugyanabban a pillanatban valamennyien szélsebesen futni kezdtek lefelé, a 2 lány mögött emelkedő kráter felé. Ugyanakkor az erdő felül is gyíkok és hangyák megvagyult csapata árasztotta el a szikla oldalát. Ez meg mi? Meghökkenve nézték a különös népvándorlást, és íme. Az erdő és a sziklapárkány határán, éppen ott alig 1 fél órája jártak, fehér gőzfelhő csapott a magasba. Szinte az égig érő vízsugár. Gejzír! Kiáltott fel Zsuzsi. Na hát, ilyet lehet látni a Yellowstone Parkban. Én egyáltalán nem szeretek ilyesmit látni, suttogta Eszti. Érzed, egészen idáig fröcsköl a víz. És milyen furcsa, kénes szaga van. Akárcsak előbb a hamu és kődarab eső, most a gejzír kitörés is 1-2 perc alatt elmúlt. Pillanatok múlva a gyíkok csapata visszahúzódott, és újra ott sütkéreztek a napon, mintha mi sem történt volna. Bolond ez a sziget, mondta Eszti. Szeretném tudni, legközelebb melyik tűzhányon fog füstölögni. Ez! Kiáltott fel Zsuzsi. Oda néz! Ez már több volt a soknál. A látóhatár szélén egy teknő formára lapított kráterből tört fel most a hamu. Akárcsak a másik, ez is szürke felhőkbe bújt, és morogva, dörögve hányta a megkövesedett lábadarabokat. Eszti, tudod, mit vettem észre? Te, Isten bizony, a vulkán és a gejzír kitörése között is 18 perc telt el. A gejzír és az újabb vulkán kitörés között is. Ugyan, ne beszélj ostobaságokat! Igazat mondok. A föld most, mintha gyengén megremegett volna, azután a morajlás is, a füstölés is hirtelen abba maradt. No, meglátjuk, 18 perc múlva mi lesz. Talán a világ vége, mondta Zsuzsi. Remélem, inkább egy helikopter jön értünk. Sose fognak értünk jönni. Ha keresnek is, biztosan a banánligetekben kutatnak utánunk, vagy a vízparton. Legokosabb volna valahogy útnak indulni. Arra lefelé? Azon a meredek sziklán? Egyenesen a gejzír torkába? Kiáltotta kétségbe esetten Eszti. Inkább itt maradni, és megvárni, amíg alattunk is kitör a szikla. Nézd, a gyíkjaink megint menekülnek. 17 perc, mondta elsápadva Eszti. A 18. percben megint kitört a gejzír. Ugyanakkorára emelkedett, ugyanúgy fröcskölt, és ugyanúgy eltűnt 2 perc múlva, mint az előbb. Menjünk, meneküljünk innen. Én lerohanok a sziklán, akkor is, ha összetöröm magam, kiáltotta Eszti. Várj, várj! Oda néz, itt köröz fölöttünk 2 helikopter. Figyelj csak, mintha jelt adnának. Nézd! Jaj, de jól leszállnak! 8. fejezet. Egy kisfiú titka. Ma volt az utolsó tanítási nap. Méghozzá igen nehéz nap. Számtan, földrajz, agrotechnika, művészettörténet és fizika. Folyton rohanni kellett. Számtan órán ugyan az osztályban maradtak, és tréfás egyenleteket oldottak meg. De egy egyenlet sohasem lehet olyan tréfás, hogy 13-14 éves fiúk szórakozni tudjanak rajta. Földrajz órán át kellett repülni az óceánt, hogy a tanár úr megmutathassa, hogy a Colorado folyónak igazán kanyonos völgye van,
pedig elég lett volna, ha becsületszavát adja, az osztály úgy is szívesen elhitte volna. Persze a repülés miatt, bárha az iskola leggyorsabb tanulmányi rakétagépén mentek, már vége volt a 10 órai szünetnek, mire visszatértek. Be se kaphatták a 10 órait, már is gyerünk a datolyapálmákhoz a mesterséges beporzást tanulmányozni. Művészettörténet órán szerencsére kipihenhették magukat, mert televízión nézték meg az Akropoliszt. A tanár úr szíves figyelmükbe ajánlotta, hogy a vakációban közös kirándulást szerveznek, és tüzetesebben megnézik a klasszikus építészet legjelentősebb alkotásait, a Dór, Jón és Korintoszi oszlopokat, az oromfalak timpanonjait. Hogy is ne, majd éppen arra való a vakáció. Vakáció. Ha az ember valahová elmegy, akkor oda menjen, ahova ez a szerencse fia Bence Jancsi készül. A bátyja után a földrengések szigetére. Még Pataki tanár úr, a művészettörténet előadója is rámosolygott Jancsira, mint aki azt mondja, te ennél sokkal érdekesebbeket fogsz látni. Bence Jancsi elvörösödve nézte a művészettörténet könyvét. Világért sem tekintett volna fel a tanár úrra, sem a pajtásaira. Hiszen ő már 2 hete tudta, hogy nem mehet az expedícióval, hogy a bátyja nem fogja a vizsga után visszajönni érte, de ha az ember augusztusban lesz 14 éves, és egy álló esztendeje tervezi, hogy milyen is lesz a nagyszerű kaland, és különösen, ha már az egész iskola erről beszél, az iskolánk lapja első oldalán közölte Bence András tudós fényképét, és hírul adta, hogy a jövő tanévben folytatásokban fogják közölni Bence Jancsi naplóját, aki másodkapitányi minőségben vesz részt a bátyja expedícióján, és legfőképpen, ha az ember a 2 legjobb barátjának is megígérte, hogy magával viszi. Mit ér az 1000 arany, amit a bátyja fájdalomdíjul küldött? Még ha jaktot vásárolna is rajta, ha 500 futballlabdát, vagy 100 villanyvasutat, mit ér, ha nincs lelki ereje elmondani a barátainak, semmi sem lesz a nagy kalandból. András bátyám elutazott, én se fogok többet tudni az expedícióról, mint amennyit a rádió meg a televízió közvetít róla. Megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor megszólalt az óra végi csengő. Az utolsó óra fizika volt. De a mai órán nem volt szó sem Torricelli kísérleteiről, sem a leideni palackról. Az év utolsó fizika órája a díjkiosztások ünnepélyes alkalma volt. Ilyenkor jutalmazták meg a legkitűnőbb dolgozatokat, ilyenkor ismertették az évközi versenyek eredményét. Az évközi versenyeket havonta 2-szer rendezte meg az iskolai kísérletező klubja, és ilyesfajta versenyszámokból állott. Rossz karúra megjavítása, fényképezőgép önálló készítése, törött kulcs és lakat villámgyors megreparálása, színes film készítése, a fényképezéstől a film másolásáig, rendezéssel, forgatókönyvírással együtt. Vitorlázás a viharos Balatonon és ehhez hasonlók. Az osztály még csak nem is csodálkozott, amikor a 3 első díjat a 3 elválaszthatatlan jó barát, Bence Jancsi, Szász Tibi és Kerekes Imre nyerte. Azt persze nem mondom, hogy néhány irigy tekintet nem követte őket, amikor felmentek a katedrára, hogy a gyönyörű díjakat átvegyék. És nem egy nebuló sóhajtott fel arra gondolván, hogy bárcsak kevesebb időt töltött volna boxmes bámulásával és fagylaltozással, és többet dolgozott volna a kísérletező klubjában. Az első díj csodálatos volt. Egy 100 aranyat érő eternométer. Az eternométer külsőre pontosan olyan volt, mint egy 100 év előtti karóra. Felhúzni sohasem kellett. Az ember a csuklójára szíjazta, ránézett, és látta, hogy most példának okáért 8:30 múlt 8 perccel. Ha viszont az ember közel vette a szájához az eternométert, és udvariasan megkérdezte, hányadika is van ma? Az eternométerben lévő icipici rádió felvevő működésbe lépett, az óraszámlap elhomályosodott, és megjelent rajta a dátum. Mondjuk 2057. június 3. Ugyanígy meg lehetett kérdezni, hogy hány fok meleg van, meg lehetett kérni, hogy most kapcsoljon át a rádió vagy a televízió ilyen és ilyen hullámhosszára. Az ember sétálgat az utcán, csuklóján egy ilyen kedves kis eternométerrel, és közben Schubert dalokat hallgat. De aki azt hiszi, hogy az eternométer csak ennyit tud, az téved. Mindegyik kis szerkezet oldalán ott, ahol a régi karórák felhúzója volt, van egy kis gomb.
Ezt meg kell nyomni, már is kiemelkedik az óralapon egy tárcsa. Ezen már ugyanúgy lehet bármely telefon állomást felhívni, mint az otthoni készülékkel. A fizika tanár úr saját kezüleg erősítette Bence Jancsi csuklójára az eternométert. No, ezt magaddal viheted arra a csodálatos szigetre, mondta barátságosan. Mi hír a bátyádról? Még csak egyszer beszéltünk rádión, felelte Jancsi, és rekvörösen indult a helyére. Szász Tibi, egy filmfelvevő leadógépet, Kerekes Imre, egy televíziós adóvevő berendezést kapott. Ezután még 20 jutalmat osztotta ki. Írógépet, futballlabdát, csónakot, könyveket. Megszólalt a csengő. Itt a vakáció. Bence Jancsi és két barátja sietve elbúcsúzott társaitól. Mindenkivel kezet ráztak, mindenkinek megígérték, hogy írni fognak, rádión is üzennek, gyűjtenek az osztály számára tengeri kagylókat és különleges növényeket, esetleg egy szelídített leopárdot is hoznak, azután kihámozták magukat a baráti ölelésekből, és elvonultak az iskola udvar legvégébe egy virágzó magnólia bokor alá. Itt szoktak mindig haditanácsot tartani. Ide figyeljetek, suttogta Jancsi. Az expedícióban egy kis változás történt. Mi? No, ne ijedjetek úgy meg, lényegtelen változás. Csak annyi, hogy a bátyámék nem tudnak értünk jönni, mert... Szóval a szigetet most nem tudják elhagyni. Egy szóval, mi önállóan fogunk oda utazni. És a mamád engedi? Aggódott Kerekes Imre. A mamákat nem kell feleslegesen nyugtalanítani, felelte Jancsi. Otthon azt mondjuk, hogy egyszerű világkörüli útra megyünk, a nemzetközi légiúton. Érted? És azon is megyünk egészen Új-Zélandig. Onnan egy ugrás az egész. Legfeljebb 6000 kilométer. Szász Tibi nagyot füttyentett örömében. Hát így még sokkal mulatságosabb. Nem szeretek felnőttekkel utazni, azoknak mindig valami bajuk van az emberrel. De a mamám, mondta ijedten Imre, aki egyébként is a legvésznább, legkisebb volt hármuk közül. Menj haza és búj a mamád szoknyájához. Én Jancsival tartok. De hogyan fogunk utazni? Nézzetek ide! Kiáltotta Jancsi diadalmasan. Előhúzta zsebéből a reggeli újságot, amelyben nagybetűkkel a következő hirdetés volt. Szerezzen örömet gyermekének! A legszebb vizsgajándék a Quintavos Junior. Legmodernebb típus. Radarlökhárító berendezéssel. Óránként 2000 kilométeres sebességgel megy. Üzemanyaga 1 millió kilométerre elegendő. 6 személy befogadására alkalmas. 12 éven fölüli gyermekek vezetői jogosítványt kaphatnak. Kérje mindenütt a 2057-es típusú Quintobos Juniort. Ára mindössze 500 arany. Óriási, mondta Tibi. Igen, és honnan veszünk 500 aranyat? Itt vanni, mondta Jancsi ragyogva. Andris bátyám küldte a mamámmal, és a mama megengedte, hogy Quintobuszt vegyek rajta. És biztos, hogy mi oda találunk a bátyádhoz? Jancsi a cipője órával vonalakat húzott a porba. No nézd, ez Budapest. Itt átrepülünk, és már Indiában vagyunk. Itt még egy kis repülés, ez már Ausztrália. No, most itt délkeletre. Itt átrepülünk a vasárnap hétfő délkörön, ez a pont a sziget. Beállítjuk a kormányt, még ha akarnád, se tévezhetnéd el. De nem kell sötétben utaznunk, csak nappal, ugye? Persze, mondta Szász Tibi. És milyen felszerelést kell magunkkal hoznunk? Hát, az eternométeremet viszem, és persze hozzátok el a filmfelvevőt és a televíziót. Meg konzervek kellenek és ivóvíztabletták. Meg sítalp, meg korcsolya. Egy szóval minden, amit jónak láttok. És mikor indulnánk? Amikor akarjátok. Legjobb volna vasárnap. 3 nap untig elég lesz az előkészületekhez. Pontosan ott leszünk. Hát akkor szervusz. Szervusz. Vasárnap hajnalban Jancsi arra ébredt, hogy édesanyja az ágya mellett áll, és aggódva figyeli. Mi van veled, kisfiam? Egész éjszaka nyöszörögtél. Fáj valamid? Akkor inkább halasszátok el a kirándulást. Ó, nem, a világért sem, kiáltott Jancsi, és kiugrott az ágyból. Talán egy picivel többet ettem vacsorára. Meg nagyon izgalmas könyvet olvastam. Látod, nem tudsz magadra vigyázni, és azt akarod, hogy egyedül elengedjelek. Hiszen már máskor is utaztam a barátaimmal, akarta mondani Jancsi, de inkább hallgatott. Tudta ő jól, hogy miért nyöszörgött egész éjjel.
Mégiscsak meg kéne mondani édesanyáiknak, hogy hová mennek, de akkor nem engednék el. És végeredményben mi bajuk lehet? Vagy megtalálják Andrisékat, vagy visszafordulnak. Igen, ha akármilyen baj lesz, azonnal visszafordulnak. Ez a gondolat úgy megvigasztalta, hogy még a reggel is ízlett. A kalácsból kétszer is kért. Jancsi, Jancsi, én igazán nem sajnálom, de te mondtad, hogy a gyomrod. Már egészen jól van a gyomrom, jelentette ki a fiatalember, és a zsebébe is gyűlt egy darabot a kedvenc mákos kalácsából. Imre és Tibi a megbeszélt időre 9 órára érte jött. A sovány szőke Imi alig bírta cipelni a felszerelést. Sítab, túrabakancs, húskonzerv, még tangóharmonika és játékmackó is volt nála. A Quintovus Junior Jancsék házának tetőteraszán útra készen állt. Gyönyörű kis gép volt, almazöld testtel, ezüst díszítéssel. Oldalán aranybetűs felírással a gép neve, Jó barátok. Ezek mi vagyunk, magyarázta Jancsi, és magához ölelte két barátját. Idősebb Bence András mérnök, Jancsi papája, fényképeket készített indulás előtt a Jó barátok legénységéről. Mindhárman az iskolai egyenruhát viselték. Könnyű fehér, szixtilon nadrágot, kihajtott nyakú inget, világos kék pulóvert és fehér sapkát. Bence Jancsi nyúlánk, barna hajú, csinos fiú volt. Száz Tibi zömök, fekete gyerek, és a harmadik, a szeplős, szőke Imre, nagyon mulatságosan festettek együtt. Vigyázzatok magatokra, kisfiam, aggodalmaskodott a mama. No, hiszen nem mennek a világ végére. Le ne térjetek a nemzetközi útvonalról, ne napozzatok túl sokat. Vigyázzatok a gyomrotokra. Legkésőbb 2 hét múlva gyertek haza. Hagyd őket, édes szívem, mondta újra a papa és mosolygott. Nem tudod megszokni, hogy Jancsi nem kisgyerek már, hanem rendes, komoly, megbízható nagyfiú. Nem csinál soha semmilyen ostobaságot. Jancsi úgy hallgatta a dicséretet, mintha más egy sziklát gördítettek volna a szívére. Átölelte szülei nyakát, és arra gondolt, hogy legalább édesapának talán mégis szólni kellett volna. De azután barátaira nézett, és keményen kihúzta magát. Beszállás, indulunk! Tibi kezelte a rádiót. Imre, a másodpilóta, kibámult az ablakon. Jó mulatást! Kiáltotta anya és apa, és a Jó barátok gyönyörű ezüst szárnyai a levegőbe emelkedtek. Jancsi az egyes gombot kapcsolta be, a repülőgépet. Az irányító szerkezetet ráállította az 1 kilométer magasságban húzódó sötétkék színű nemzetközi légiútra. A lámpák mindenütt szabadot jeleztek. Fölöttük az azurkék nyári ég, alattuk a zöld erdők, sejmes rétek, vidám színű városok suhantak el. A három fiú szívét az öröm és a szabadság érzése szinte szétfeszítette. Repülünk! Repülünk! Kiabálta Imre, és széttárt karral futott fel és alá a Quintobusban, amíg végül is nekiszaladt egy asztalkának, és feldöntötte a málna szörpelteli üveget. Nézzétek, de szép hegyek! Nézzétek, milyen csodálatos várkastély! Erre jártunk egyszer történelem órán. Ó, milyen pompás kalandok várnak ránk! Legénység! Az úttörő indulott, vezényelte Jancsi. Száz Tibi nyakába akasztotta a tangó harmonikát, és a Jó barátok telitorokból rázendítettek. Büszke név az úttörő, viharban edzett drága név. Ha hallod a szót úttörő, nevedre 100-szor büszke légy. Aki az első kő darabból pattintotta az első dárdát, aki az első vadviharból szeledítette kályhánk lángját, aki először szórt a földbe kalászba szökkenő magot, a sziklát és erdőt törve a jövendőért alkotott. A messze hullott századokban testvéred, társad, ősödő, az ő nevében vidd a zászlót, új diadalra úttörő. Akit először csávítottak vadvizekre a tengerek, akik először áhítottak kutatni földet és eget, akik soha meg nem remegve széttörtek bálványt, babonát, akik ránk szabad emberekre hagyták az örömteli mát, s messze hullott századokba testvéred, társad, ősödő, ha szíved bátor, tetre dobban, vele csatázol úttörő. Hoho, ez az induló most olyan, mintha egészen nekünk írták volna, ragyogott Jancsi. Most pedig mindenki szíjazza le magát. Ceylontól délre fekvő, 103-as számú békeszigeten leszállunk és meguzsonnázunk. Rengeteg fagylaltot. Hurrá!
kiáltották a fiúk, és elhitattal figyelték, amint Jancsi lenyomja a leszállás gombot. Rádiós, fogd a repülőteret! Adta az utasítást. Tibi villámgyorsan állította be a 103-as sziget hullámhosszát. A repülőtér fogad! A repülőtér fogad! 8-as futópálya szabad! 8-assal leszállhat! Jelentkezett a repülőtér. A Quintobos Junior kezelése valóban gyerekjáték volt. Minden gombnyomása működött, és minden gombon pontos jelzés és utasítás volt, mikor, hol kell megnyomni, vagy megcsavarni. Most is csak meg kellett forgatni a leszállás jelzőgombot, lenyomni a 8-as billentyűt, és a jó barátok zökkenés nélkül földet ért. A békeszigetek, ha még emlékeztek rá, kedves olvasóim, amint már elmondtam, a nemzetközi tengeri út teljes hosszában megtalálhatók. Barátságos, elasztitomból készült mesterséges földarabok, amolyan kedves kiránduló és pihenőhelyek. Egy-két órára leszállít az utas, újságot vásárol, fagylaltot eszik, fürdik a tengerben, azután tovább megy. A három fiú kiszállt a Quintobusból, és a pálmafák alatt elindult a cukrászda felé. Fürödjünk? Kérdezte Tibi. Inkább siessünk tovább, javasolta Jancsi. Az út fele még előttünk áll. Sötétedés előtt jó volna odaérni. Akkor minek szálltunk le? Fagyit enni, és vásároljunk rengeteg süteményt, mert ilyesmihez úgyis sokáig nem jutunk. Azon kívül írjunk levelet a szüleinknek. Írjuk meg, hogy Andris után megyünk. Hogyne, hogy utolérjenek. Ó, ettől nem kell félni. Amíg Indiából Pestre ér a levél, az legalább 5 óra, és az alatt bottal üthetik a nyomunkat. Inkább üzenjünk rádión akkor, amikor már a szigetre értünk. Nem bánom. Megérkeztek a cukrászdába. A kertben a datoja és banánpálmák alatt kerekasztalkákon nagy csészékben hideg, habos kakaó állt, mellette tálcán sütemény és fagylalt. Az ember bedobott a kiszolgáló labba egy 5 fillérest, és annyit ehetett, amennyi belefért. Tulajdonképpen itt is el lehetne tölteni a vakációt. Strandra járnánk, vitorlázhatnánk, mondta bátortalanul Imre. Még hazamehetsz. Diák igazolványjal ingyen elvisz a rendes Quintobusjárat. Dehogy megyek? Éppen csak úgy mondtam. Jól laktak, alig bírtak szuszogni. Egy hátizsákot szedjünk tele banánnal és datójával, mondta Tibi. Ki tudja, vannak egy gyümölcsfák a földrengések szigetén. Ó, én felmászom erre a banánpálmára. Még 5 méternyit sem kapaszkodhatott, amikor megjelent egy rendőr. Fehér egyenruhát és elegáns, ellenzős tányérsapkát viselt. Jancsi valaha régen, 5-6 eszendős korában rendőr szeretett volna lenni, úgy tetszett neki ez a sapka. Fiatalember, mit csinál a fán? Érdeklődött a rendőr. A banán szedek. Éhes? Igen. Hát fáradjon le, fiatalember. Tessék, itt is van banán. És a rendőr barátságosan nyújtott Jancsi felé egy koszorú gyümölcsöt. De nekem sok kell, felelte Jancsi, de azért jobbnak látta leugrani a fáról. A barátai is kaphatnak. De mi magunkkal akarjuk vinni a Quintobusba. Miért? Hová mennek? Csak úgy kirándulgatunk. Mindenhol kaphatnak banánt. Hát ha nem. A rendőr egyszerre nagyon kíváncsi lett. Tulajdonképpen hová is utaznak? Most Ausztráliába, onnan Japánba, onnan Amerikába. Onnan majd haza. És kivel? 3-asban. Milyen járművel? A mi Quintobusunkkal, a jó barátokkal. Ott hagytuk a repülőtéren. No, ne tréfáljanak. És ki vezeti? Hát én, Quintobus Junior. Van-ám jogosítványom? Látni szeretném. Jancsi megmutatta a vezetői igazolványt, sőt, biztonság okáért még a tiszta, kitűnő bizonyítványát is, és hozzátette. Mi hárman az osztály legjobb tanulói vagyunk, és a fizika verseny győztesei. És a Quintobuszt a vizsgajutalmul kaptam a bátyámtól. Ilyen sok pénze van a bátyának? Igen, a bátyám tudós. Bence András geológus, aki elment az expedícióval a földrengések szigetére. Erről az expedícióról én is hallottam, mondta a rendőr, és majd, mint akiben hirtelen villant fel a gyanú, szúrósan nézett Jancsi szemébe. Nézzen csak rám, fiatal barátom. Biztosan elengedték magukat hazúról? Persze, hogy biztos, felelte Jancsi sértődötten. Én elhiszem, de azért szeretnék beszélni a szüleikkel.
És a rendőr felírta Jancsék telefonszámát, és azonnal fel is hívta a Bence lakást. 5 perc múlva visszajött. Hát kérem szépen, rendben van. Édesapja igazolta, hogy egyenes úton járnak. De kedves fiam, hallgassanak rám, ne közelítsék meg a viharzónát. Ahol a piros jelzések kezdődnek, ott vissza kell fordulni. Én bizony 14 éves fiúkat nem engednék el egyedül ekkora útra. Ó, mi már voltunk tavaly Afrikánban is, Szudánban. A rendőr búcsúzóul visszaszólt. Szedjenek banánt, ha tetszik, de ne tördeljék le a leveleket. Tudják, nekem is van egy ekkora fiacskám, mint amekkorák maguk. Süteménnyel és gyümölcsel megrakodva tértek vissza a repülőtérre. A repülőtér a sziget legmagasabb partján volt, jól lehetett innen látni a strandot, a jókedvűen lubickoló, fröcskölő gyereksereget és a kéklő óceánon suhanó vitorlásokat. Jancsi szívét összeszorította valami. Csak nem félek, gondolta dacosan. Nem, én nem vagyok gyáva. Beszálltak a jó barátokba, de kissé csendesebben, mint reggel. Jancsi benyomta az indító gombot, a kvintobusz suhanva szállt le a sötétkék színnel jelzett útvonalra, és száguldott tovább a csendes óceán felé. Elmaradtak a hegyek és folyók, szigetek és tengeröblök. A gép orrában lévő földgömbre szabályosan berajzolta az ellenőrző műszer a megtett utat. A fiúk szívdobogva lesték, mind közelednek Ausztráliához, azután mind jutnak túl rajta. Oda nézzetek, mutatott Tibi a távolba. Az égen villanó vörös fények futottak feléjük. Mintha mindegyik külön kiáltotta volna, hogy megállj, forduljatok vissza. Kerekes Imre behunyta a szemét. Anyuka, anyukám, motyogta, de hangosan nem mert szólni. Mik ezek? Kérdezte suttogva Szász Tibi. A nemzetközi út vége. Erre balra megy tovább a rendes út, de nekünk ott, ahol az a sok piros van, le kell térnünk jobbra. Le tudsz térni? Persze, mondta Jancsi, és szeretett volna nagyon nyugodtan válaszolni, de a hangja megcsuklott. Persze, csak egyszerűen jobbra kell fordítani a kormányt. Ez sajnos nem volt igaz. Az áruházban ugyanis, ahol a Quintobos Juniort vásárolták, egy ismertető füzetet is kaptak hozzá. A füzet állítása szerint a Quintobos Junior biztonsági szerkezete olyan, hogy nem lehet letéríteni a szabályozott zónából. De Jancsi úgy gondolta, ezt csak azért írják, hogy a mamák nyugodtan elengedjék a gyerekeiket. Jancsi, hol kell letérnünk? Itt, most. Fönn a különös, piros csíkos ég, len a hullámzó tenger. Jancsi nagyot sóhajtott, és teljes erejéből jobbra rántotta a kormányt. A kormány azonban alig mozdult, és a jó barátok, az ellenőrző térkép tanúsága szerint kissé balra tért le, vagyis szabályosan követte a Japán felé vezető nemzetközi útvonalat. Húrúk! Kiáltott Jancsi. Teljes erővel neki lendült még egyszer, két kézzel csavarta el a kormányt. A Quintobusz hatalmas zökkent és jobbra fordult. Egy darabig süvítve szállt előre, aztán zuhanni kezdett. Jancsi megzavarodva rángatta a kormánykereket, hol jobbra, hol balra. Érezte, hogy a műszer megfeszül, ellenáll, nem abba az irányba fordul, amelyikbe ő kényszeríti. Megpróbált ismét felemelkedni, de most egy óriási szélroham oldalra fordította a Quintobuszt. Jancsi arcán verejték csöppek gyöngyöztek. Kapkodva rángatta, forgatta a kereket. Hatalmas roppanás. Jancsi kezében ott maradt a törött kormány. Még mielőtt gondolkodni tudott volna, a szabályozó gombokhoz kapott, és hajózásra a 4-es gombra kapcsolta át a gépet. Ez volt a szerencse. Fél perc múlva a jó barátok óriási csattanással vágódott a hullámokra. De a víz nem nyelte el, hanem sodorta, dobálta, viharzó hátán. A három gyerek félig eszméletlenül bújt egymáshoz. Az ablakon át harsogó, sötétzöld hullámok fenyegettek. A műszerek, mintha megőrültek volna. Össze-vissza mutattak magasságot, légnyomást. A kormányt pedig hiába csavargatták. Az bizony el volt törve. 9. fejezet. Ahol az óriások játszanak. Aznap délelőtt, amikor Wilkins a térkép készítésével, Eszti és Zsuzsi gyümölcsszedéssel, a többiek pedig táborveréssel voltak elfoglalva, Bence András megkezdte a preszignotektonográf felszerelését. Jó 3 órát dolgozott, amíg bekapcsolt mindent. Légnyomás változást,
hőmérsékletet, levegő elektromosságot, kozmikus sugárzást, magma áramlást, hol vonzást, napvonzást, apályt, dagályt. No, ez körülbelül kész, mondta végül, és zsebkendőjével megtörölte a nyakát. Hű, de füllet meleg van. Várjunk csak, bekapcsoltam-e a levegő nedvességtartalom mérőjét is? Helyes, bekapcsoltam. Az Aluforte falu műszersátor hátterében volt a vetítő nílon. Bence leült egy székre a kapcsolótáblához, és figyelte a zöldes fényű vonalakat a grafikonon. A következő pillanatban felugrott. No, ez aztán jól kezdődik. 5 kilométeres körzetben mindjárt földrengés lesz. Izgatottan figyelte a tektonikus egység növekedését. -5-ről felment -3-ra, -2-re, már megközelítette a negatív és pozitív számok határát. A következő pillanatban a zöld vonal ismét a nulla alá zuhant, mégpedig mélyen, a -8-ra. Úgy látszik, káprázott a szemem, morogta Bence, és ismét leült a grafikonnal szemben. Alig egy perc múlva a zöldes fénycsík ismét emelkedni kezdett. Először lassan, azután mindig meredekebben kezdett a pozitív számokhoz. Most ismét a negatív-pozitív számok határáig ugrott fel. Fél perc múlva ismét valahol lenn a -8 körül volt. Bence a szeizmográfhoz, földrengésjelző készülékhez ment, és meglepve látta, hogy az is szabályosan jelezte az egyébként észre nem vehető néhány kilométer távolságban lezajló gyenge földrengést. No, ez nagyon érdekes, morogta, és visszaült a kapcsolótáblához. Észre sem vette, hogy telik az idő, hogy ebédelni kellene már, vagy utána nézni, mit csinál az expedíció többi tagja. Bámult a Presidnok tektográfra, azután a karóráját nézte. Mintha titkos szerkezet igazgatná, a feszültség csúcspontjai között mindig 18 perc telt el, és a szeizmográfok mindig azt mutatták, hogy a közelben valahol műszerrel is alig felfogható földmozgások voltak. Ez az, ez lesz a megoldás, kiáltott fel hangosan Bence. Ennek kell a nyomára jutni, az elvilágos. Egy pillanatra eszébe jutott, hogy enni kellene valamit, de a 18 percenként ismétlődő jelenség nem hagyta nyugton. Feljegyezték, hogy a Yellowstone Parkban van egy olyan genzír, amely perce pontosan működik, de hogy egy egész sziget, ilyen szabályossággal, hihetetlen. Professzor úr, jöjjön vacsorázni! Tessék! Riadt fel Bence. A sátor előtt ott állt az egész társaság. No, igazán jöjjön már, negyedszer szólunk, de maga nem is hallja, duzzogott Eszti. Jó, megyek már! Bence még egyszer alaposan megnézte, hogy a készülék jegyzi-e a grafikonokat, aztán kilépett a tisztásra. Nini, hiszen maguk varázslók. Ugye? Nevetett Eszti. Mi sem lustálkodtunk egész nap. Egész nap? Hát hány óra van most? 3:45, és maga reggel óta nem evett semmit. Nem baj, most pótolom. A táborra valóban nem lehetett ráismerni. A folyóparton készen állt a parancsnoki sátor. A sátor ablakain moszkítóháló, előtte felfújható kerti bútor, asztal, nyugágyak. A sátor körül a fű szépen elgerevjézve és kavicsból készült út vezetett a Megapresztiton lifthez. A lift kitűnően működött. Bence beült a kényelmes karosszékbe, és néhány pillanat múlva kiszállt a felső teraszon, ahol egymás mellett sorakozott a 8 lakósátor. A sátrak között térség volt, itt sorakoztak a szuperlolom védőkkel letakart helikopterek. A sátrak előtt 4 asztal állt, székekkel, és a középső, szépen megterített asztalon nagy tálakban az étel. Sült hal, roston sült hús, saláta, tejszín, gyümölcs. Holnap megkezdjük a szigetcsoport felkutatását, mondta Bence, amikor helyet foglaltak az asztalnál. Amint a műszerekből eddig is látom, ez az egész vidék állandó mozgásban van. Legalább 20-30 kis sziget és korallzátony van körülöttünk, amelyek szakadatlanul süllyednek, emelkednek. A legtöbb 1-2 évig él, azután elnyeli a tenger. Ezért növény sem igen akad rajtuk. Fehér kagyló törmelék, láva vagy tengeri homok borítja. Hogy lehetséges, hogy ez a sziget már legalább 60 éve fennáll? Kérdezte Wilkins. Megvizsgáltam a folyóparton néhány viharcsavarta fát. Az évgyűrűk 40-50 évet mutattak. Igen, mondta lelkesen Bence. Éppen ez a csodálatos, hogy erre a szigetre telepettünk.
Ennek a szigetnek van valami titka, mert ha a tektonográfom nem csal, ez már naponta 50-szer el kellett volna pusztítani a földrengéseknek. De valahányszor a tektonikus egység megközelíti azt a feszültséget, amely már csak földrengéssel volna kioldható, valamilyen változás történik, ami az erőket levezeti. Ez pedig nem lehet más, mint szabályos időközökben megismétlődő vulkán vagy gejzír kitörés. A társaság tagjai egymásra néztek, és hangosan havotázni kezdtek. – Ugye igazat mondtunk? – kiáltott Eszti és Zsuzsi. – Mi az, mi történt? – érdeklődött Bence. Zsolt felállt, felemelte a vízzel teli poharát. A hősök egészségére, ugyanis az történt, hogy amikor Eszti és Zsuzsi reggel elkalandozott az erdőben, mi Wilkins tanárúrral észrevettük őket, és a helikopterrel leszálltunk értük. Ők pedig azóta folyton folyást azt mesélik, hogy egy elvarázsolt tisztáson ültek, ahol 18 percenként vulkánok törnek ki, és gejzírek csapnak föl. Mi azt mondtuk, hogy Zsuzsi újságíró kitalálása az egész. Most ünnepélyesen bocsánatot kérek. Bence piros lett az izgalomtól. Merre, hol látták? Az erdő felett arra, mutatott Eszti. Hajnalban oda kalauzolnának? Zsuzsi Esztire nézett. Pár órával ezelőtt, amikor Wilkins és Short Zsolt végre felszedték őket a helikopterre, mindketten esküvel fogadták, hogy az ilyen boszorkánytáji közelébe sem mennek többé. De Eszti, mintha minden veszélyről megfeledkezett volna, elpirult, és úgy suttogta, akár csak egy szerelmi vallomást. Boldogan, akár most mindjárt. Nem köszönöm, egy fél óra múlva lemegy a nap, és sötétben nem indulunk el. Inkább fejezzük be a vacsorát, és feküdjünk le. Eleget dolgoztunk ma. Zsuzsika, magát megkérem, hogy küldjön haza a rádiójelentést. Jól vagyunk, a munkáról még nincs mit mondanunk. A társaság még a gyümölcsöt ette, amikor hirtelen sötét lett. Lilás szürke felhő borította el az eget, és olyan szél csapott a tisztásra, hogy majdnem felborította a sátrakat, pedig igazán jól voltak rögzítve, mélyen a földbe vett elasztítón cölöpökhöz, viharáló drótkötelekkel. A szél az asztalról úgy lesodorta a teli tálakat, mintha papírszeletkék lettek volna. Gyerünk a parancsnoki sátorba, adta ki az utasítást Bence. Egymásba kapaszkodva jutottak el a megapresztitól liftig, és egymás után ereszkedtek le a völgybe. Itt nem tombolt úgy a szél, nem rázta a sátrakat, de a hangja még kísértetiesebb volt. Mintha hadseregek száguldanának odafönn, mintha elvarázsolt lelkek süvítenének, úgy hangzott ide le a fensíkon végig söprő orkám. Vacogva ültek egymás mellett a parancsnoki sátorban. Még a barátságos atomlux fény sem tudta őket jobb kedre deríteni. Az aluforte fal egyik tulajdonsága, hogy kívülről áthatolhatatlan, de belülről áttetsző akár az üveg. Az expedíció tagjai a félrehúzott függöny mögül jól láthatták, amint a korom sötét eget félelmetes villámok szántják. A villámlást jókora dőrenések kísérték, hogy százszorosan harsogták túl a bömbölő tenger, a szélvihar és a vízesés zaját. – Játszunk valamit? – kérdezte barátságosan Bence. – Ilyenkor játszani? – vacogott Éva. Bence mosolygott. – Miért ne? Nagyon sok hasonló vihart fogunk átélni. Ne feledjék! A déli féltekén most van tél, amikor nálunk otthon júniusi verőfény van. Akkor bolondság volt most idejönni, tört ki Short Zsoltból. Hát nyaralni nem is most jöttem volna, de a legtöbb földrengés is ilyenkor van, nem? Gyertek, nézzük csak meg a tektonográfunkat, befolyásolja a vihar a gejzírek működését. Odakint megerett az eső. Minthogyha óriási hordóból zúdult volna alá, ömlött, zuhogott a fákról, a hegyoldalról a rengeteg víztömeg. Szerencse, hogy a folyómeder felé állít a tisztás, különben kiöntene minket a víz, mint az űrgéket. Nem áradhat ki a folyó? Aggodalmaskodott Wilkins. Hát bizony, az megeshetik. Akkor a Quintobusunk lesz a Noé bárkája. A Plextino tektonográf zavartalanul működött. Csak a zöld fénysugár vibrált szakadatlanul. Belefájdult a szem. Mi okozta ezt az ugrálást? Kérdezte Eszti. Sok minden, például a légnyomás változás. Nézzék csak a légnyomásmérőt, most 765 van, most 753-ra esett. Gondolják csak el,
Egyik pillanatról a másikra hogyan változik a szigetünkre nehezedő légoszlop súlya, azután a szél homokkal, kövekkel betemet egy krátert. Nézzék csak, már régen eltelt 18 perc, de a feszültség nem oldódott fel. Nézzék, állandóan a pozitív, negatív számok határán vagyunk. Most már plusz egy. Figyeljék csak a szeizmográfot. Most jelzi a földrengést. Szigetünkön most működik egy vulkán. Már ismét megnyugodott. Nézzék, a feszültség is mínusz 6-ra esett vissza. Professzor úr, tudja, mi volna érdekes? Ha az ember nem csak a tektonikus egység ingadozását láthatná, hanem a vulkán kitörését is, mondta Tamás. Ebben mesterkedünk, kedves barátom. Holnap hajnalban a vulkánok krátereiben 10 televíziós felvevőgépet fogunk elhelyezni. Hajnalra elcsöndesedett a vihar. A föld sáros volt még, és a folyó megduzzadt, letört fákat húzott magával, de a fák fölött melegen sütött a nap. A társaságnak azonban csak 4 tagja indulhatott az expedícióra. Éva ilyetten jelentette Bencének, hogy Zsuzsán és önmagán különös ijesztő betegséget vett észre. Szemük gyulladásba jött, orruk megduzzadt, nehezen és fájdalmasan nyelnek. A közérzetük rossz. Az omniszkóp a rendesnél valamivel magasabb pulzust és kis hüemelkedést mutat, semmi mást. Valószínűleg rovarcsípés vagy valami ismeretlen vírus okozta a bajt. Amíg az okát meg nem találja, szigorú elkülönítést javasol, és hát egyelőre sejtelme sincs róla, hogy mit csináljanak. Bence gondterhelten csóválta a fejét. Ekkor mászott elő a sátorból Wilkins tanár úr is, ő szeme is be volt dagadva, és rettenetesen prüszkölt. Jó reggelt, köszönt barátságosan. Az ördög vinné kitölt rajtam a nátha. Micsoda? Érdeklődött az ifjú orvosjelölt. Nem látja Évike, egészen beragadt a szemem. Hogyan mondta tanár úr, mi baja van? Náthás vagyok. Na hát, én még ilyet sohasem láttam. És nagy baj ez? Wilkins nevetett. Nem baj, csak kellemetlen. 50 évvel ezelőtt ez még olyan betegség volt, mint most a penicillin kiütés. Semmi. 2 nap alatt elmúlik. Próbáljak valamit csinálni? Kérdezte a tudós orvosnő. Nem érdemes, 2 nap alatt elmúlik. Valaha kísérleteztek mindenfélével. Injekciókkal, cseppekkel, kenőccsel. Teát ittak, szalicil-tartalmú gyógyszereket szedtek. De amióta szabályozott időjárás van, és gyerekkortól kötelező a sport, azóta Európában nem fordul elő. Mondja, ezt maga nem tanulta? Orvostörténelmet csak 5. éves korunkban tanulunk. Aha. És akkor most mit csinálunk azokkal, akik náthásak? Aki akar, maradjon 1-2 napig ágyban, és igyék sok teát. Ja, és adjanak mindenkinek 5 tucat zsebkendőt. Így történt, hogy Évi és Zsuzsi otthon maradt. Takarokba burkolva, nyugágyakon kifeküdtek a napra, és rádiót hallgattak. Wilkins az egészségesekhez csatlakozott. Ők helikopterre szálltak, és Eszti vezetésével elindultak a vulkánokhoz. Arra a sziklapárkányra ereszkedtek le, amelyen előző nap a 2 lány kuksolt. Bence itt szerelte fel az egyik televíziós készüléket, azután gondosan tanulmányozta a sziget térképét. Ha a számításaim nem csalnak, ennek és ennek a vulkánnak kell működnie. Jelölt meg piros ceruzával néhány pontot. A feladatunk az, úgy kell a kráterekben elhelyezni a felvevő gépeket, hogy ne sérüljenek meg, de a lehető legjobban látni lehessen a kitörő láva útját. Védőtokok vannak a felvevő gépekhez? Kérdezte Tamás. Persze, törhetetlen, nem olvadó, nem homályosodó üvegtokok, belső atomlux világítással. Nem is ez a probléma. Hanem, nevetett Bence, bevinni a gépet a kráterbe. Bevinni? Hűlt el Eszti. Talán kötélen leengedni. De csak a legvégső esetben, mert nagyon fontos, hogy a gép pontosan és jól legyen elhelyezve, és minél teljesebb és tökéletesebb képet adjon. Én vállalom, szólt Tamás. Helikopterrel a kráter szájához ereszkedem, és onnan leviszem a gépet. Nem, mondta Bence. Ti Esztivel és Wilkins tanárúrral itt maradtok, és a televíziós vevőkészüléken ellenőrzitek az utamat. Wilkins, aki eddig egy szót sem szólt, csak a sziget térképén jegyzetelgetett, rátette a kezét Bence vállára. Kedves kollégám, kár ezen vitatkozni is.
Egy-egy vulkánkrátert negyed óra alatt kell megmásznunk, hogy baj ne történjék. Tehát kettesével felváltva megyünk. Egy marad a helikopterben, és állandóan a kráter fölött lebeg, szükség esetén mentőkötelet dob le, utána a másik kettő megy a másik vulkánhoz. Ezután gyorsan hozzátette. Most én indulok Tamással. Adja ide a védőruhákat. A védőruha könnyű aszbesztállal átszőtt szikszilomból készült, védőmaszkkal, oxigéntartállyal. Tamás és Wilkins pillanatok alatt magukra öltötték. Indulhatunk? Még nem, mondta Bence. Előbb nézzük meg, mit mondanak a műszerek. A televíziós készülékeken a műszersátor adóállomása volt látható. Bence figyelmesen nézte a Pressinek doktoráv jelzéseit. Kitörés készül, emelkedik a zöld sáv, valószínűleg a hármas vulkán fog kitörni. Körülbelül 5 percet vártak, amikor a térképükön hármassal jelzett kráter fölött gőz és hamufelhők bukkantak fel, majd széles sugárban ömleni kezdett a lába. Hű, de mérges, borzongott Eszti. Nem szeretnék most odamászni. Pedig éppen oda kell mászni, felelte Wilkins, mert ez a kráter most valószínűleg pihenni fog néhány órát. Indulhatunk? Toporgott türelmetlenül Tamás. Helyes. Vigyétek a felvevőgépet és a műszereket, mi innen ellenőrizzük az elhelyezését. Tamás és Wilkins helikoptere néhány pillanat múlva a vulkán felett volt. Ez a tűzhányó tulajdonképpen nem is volt hegy, jóformán csak ferde krátere emelkedett ki a földből. A helikopter utasai aggodalmasan nézték a tátongó, teknőforma nyílást, amelyből még mindig füst és gőz csapott fel, és jól látszott, amint vagy 50-100 méternyi mélységben fortyogva kavarogott a lába, akár csak az üstben a barackklekvár. Tamás ejtőernyőt erősített a hátára, és ugráshoz készült. Ez az ejtőernyő abban különbözött a rendes ugróernyőktől, hogy két erős heveder és acélkampó rögzítette a helikopterhez. Tehát, aki leugrott, az nem szakadt el teljesen a géptől, hanem lógott a levegőben. Ezt a hevedert a helikopterből mélyebbre lehetett engedni, és vissza is lehetett húzni. Vagyis, ha Tamásnak sikerül elhelyeznie a felvevőgépet, utána nem kell leszállni a helikopternek, hanem Wilkins egyszerűen egy kis motor segítségével felcsavarja a hevedert, és visszahúzza a gépbe. Milyen egyszerű, mondjátok ti. Igen ám, de gondoljatok arra, hogy annak, aki a helikopterben marad, milyen kitűnően kell kezelnie a gépet, hogy az ejtőernyőn lógó ember neki ne ütközzék fának, sziklának, hogy kellő időben csavarja fel, vagy le a kötelet. Még egy egyszerű rét vagy erdő fölött is. Hát még egy izzóvulkán tetején. Tamás gondosan megigazította magán a szíjakat, azután kiugrott. A helikopter alacsonyan lebegett, legfőjebb 5-600 méterrel a kráter fölött. Az ugrás után 100 méterrel az ernyő már ki is nyílt, és Tamás szemügyre vehette a terepet. A falmú felhő már-már eloszlott, de forró, kénes levegő csapott fel. Tamás bekapcsolta az oxigénfejlesztőt, és megrántotta a jelzőzsinort, mire Wilkins óvatosan engedni kezdte a hevedert. Újabb 100 méterrel közeledett a kráterhez. Most már látni lehetett, hogy a vulkán kéménye belül lépcsős, vagyis a lába minden újabb kitöréskor újabb rétegeket ragasztott hozzá. Tamás ismét meghúzta a jelzőzsinort. A kötél vége most már a kráter pereméig ért. Tamás lassú, óvatos mozdulattal lépett a földre. Attól tartott, hogy a forró láva tapadni fog, mint az olvadt aszfalt, de szerencsére, ahol földet ért, szilárdnak érezte a talajt. A védőruhán át is érezte a kráterből áramló, perzselő forróságot. Nehezen lélegzett, pedig az oxigénpalack kidűnően működött. A lába nehéz volt, félve csúszkált a kráter keskeny peremén. Pedig sietni kellett, hiszen nem lehet tudni, egy óra múlva, vagy akár fél óra múlva is nem működik-e ismét ez a vulkán. Letette a felvevőgépet és a tektonográfot egy sziklahasatékba, és beleszólt a mikrofonba. Itt Barlai, a világítást bekapcsolom. Rögzíthetem a gépet? 3 kilométerrel odébb a sziklapárkányon a televíziós vevőkészülék működni kezdett. Bence András jól látta a képet. Tamást, amint óvatosan próbál lejjebb jutni, a fénycsóvát, amely bevilágítja a kútszerű, izzó, fortyogó mélységet. Próbáljam lejjebb vinni? Hangzott Tamás kérdése.
Bence rádión küldte a választ. Csak akkor, ha veszélytelen. Szóval kell, gondolta Tamás, és ismét meghúzta a jelzőzsinort. Wilkins a helikopterben már így is aggodalmasan figyelte az óramutatót, most megcsóválta a fejét, de 10 métert engedett a hevederen. Itt már puha volt a láva, és védősisakjának szemüvegét is homályos pára fogta be. Csak félig meddig látta az alatta mintegy 2 méternyire tátongó rést, amely mintha barlangbejárat lett volna a kémény oldalában. Ha oda beállíthatnám, onnan kitűnően fényképezni az egész krátert. De eljutok-e odáig? A láva, mintha most jobban fortyogott volna. Csak képzelődöm azért, mert közelebb vagyok hozzá, gondolta Tamás, és csak azért is lemászott az üreg pereméig. Itt már olyan csúszós volt minden, hogy majdnem tétre bukott. Fönn az éken helikopter tenyérnyi foltnak látszott, és ezt a foltot is egyre homályosabbá tette a sűrű gőz és hamufelhő. Mintha kitörés készülne, gondolta Tamás nyugtalanul. De hiszen még fél órája sem vagyok itt. Most, mintha forró kása dagadna, nagy buborékokat vetve csapott fel egy láva hullám. Tamás megragadta a jelzőzsinort. Húzzon fel! Akarta leadni a 3-as jelzést, de a láva hullám még nem ért el a talpáig. Gyorsan, egy fél perc időm talán még van. Nehezen mozgott, de most már semmi mással nem törődve térdre ereszkedett, és a televíziós felvevőt beállította az oldalüregbe. Rögzíteni kell gyorsan. Egy megapresztiton hevedert húzott át a felvevőgép előtt, közvetlenül a lencse alatt. 2 szupermetál hegyű kampószöggel erősítette a lávafalba. A kráterből most újra láva hullám tört fel, sziszegve, sisteregve. Tamás az utolsó pillanatban ugrott el, és kapaszkodott 1 fokkal magasabbra, vagy 1,5 méterrel a televíziós gép fölé. A láva hullám most nem állt meg, szemmel láthatóan nőtt. Tamás lázasan megrántotta a hevedet, és a következő pillanatban érezte, hogy a kötél megfeszül, kiszabadul ebből a pokolból. De ugyanabban a pillanatban eszébe jutott az is, hogy az atomlux nincs teljesen fényerőre állítva. Végig sem gondolta, mit csinál, vállát kiszabadította az ernyő hevederjéből, és csak a derekát körülfogó övön függve fejjel lefelé visszanyúlt a televíziós készülékhez. Egy mozdulattal elérte a fényszóró gombját, egy másik mozdulattal ellenőrizte a gép védőburkának záró csavarjait, még látta, amint a fény nappali világossággal árasztja el a krátert, látta, hogy a fröcskölő láva, mint csapkod, nyújtózik utána. Az oxigénpalack akadozva szállította a levegőt, a gőz és hőség áthatolt a maszkon és ruhán. Gyorsabban, gyorsabban, akarta kiáltani Wilkinsnek, de a földrajztanár így is mindent megtett. Villámgyorsan húzta össze a hevedert, berántotta Tamást az ülésre, letépte róla a maszkot, és közben már indította is tovább a helikoptert, szálltak vissza a kőpárkányra Bencéhez és Esztihez. 1/2 óra telt bele, amíg teljesen magához tért. Ananászt majszolgatva, lábát lógatva ült a sziklapárkányon, és társaival együtt a vulkán belsejéből leadott televíziós közvetítést figyelte. Bence javaslatára ezt a vulkánt Barlai kráternek nevezték el. Kitűnően helyezted el a felvevőgépet, mondta elismerően Bence. Nézzétek csak, látni az egész fortyogó krátert, mintha láthatatlan óriások labdáznának. Olyan, pontosan olyan, kiáltották a többiek is. A kráter belsejében valóban, mintha egy óriás dobálta volna, hatalmas szikladarabok repültek a levegőbe, pörögtek, forogtak, visszazuhantak. A lávahullámok hintáztak, ágaskodtak. Mintha csak tréfálnának, mintha nem is tudnának perzselni, letarolni, elpusztítani erdőt, embert, állatot. Most én szállok le a következő kráterbe, mondta Bence. Tamás, nem vagy nagyon kimerült? Te maradnál a helikopterben. De hiszen én következem, állt fel lángvörösen Eszti. Nem fiatal nőnek való az. De én menni akarok, kiáltotta Eszti. Pontosan tudom, mit kell tennem, és nem is kell nagy fizikai erő hozzá, hiszen a motor húzza a hevedet. Menjünk 3-an, javasolta Wilkins. Csak 2 személyesek a helikopterek. Bence gondolkodott 1 percig, hiszen Esztinek igaza van. Miért ne tudná ugyanolyan ügyesen irányítani a helikoptert, mint Tamás vagy Wilkins? Öltözzünk, mondta, és átadta Esztinek is a védőruhát.
Nézze csak, itt a térkép. E fölé, a fekete lávató fölé repülünk. Itt a keleti partján van a kráter. Most Tamás és Wilkins ült a televíziós készülék előtt, és figyelte Bence András és Kovács Eszti útját. A helikopter percek alatt a lávató fölé ért. Fényes, olvad szurokként, mozdulatlan tükörrel csillogott a láva, az embernek kedve kerekedett volna vitorlázni rajta. De szép, mintha igazi tó volna, mondta Eszti. És milyen veszélyes, forró, kénes gőzöket lehel. Sem állat, sem növény nem marad meg a környékén. Lejjebb ereszkedtek, és most már tisztán látták a tó keleti partján lévő krátert. Hosszú, keskeny hasadás volt ez, pereme vagy másfél-két méterrel emelkedett csak a tó színe fölé. A perem több helyen csorba volt, és itt a letöredezett oldalfaj híján szakadatlanul ömlött a láva a tóba. Hol lehetne itt a műszereket elhelyezni? Gondolkodott Bence. Olyan pont kellene, ami nem omolhat be, és ahonnan jól látható a tó is, a láva áramlása is. Talán megpróbálom a kráter peremére. Eszti megállította a helikoptert, és Bence kiugrott. Nyugodtan nyitotta az ernyőjét, nyugodtan jelezte, hogy hány méterrel kell meghosszabbítani a hevedet. Eszti dobogó szívvel figyelte. Milyen ügyes, milyen bátor, milyen erős, milyen gyorsan él le a lávató partjára, milyen határozott mozdulatokkal veszi le válláról a televíziós felvevőkészüléket. Ó, ha Bence megérezné, hogy mennyire szereti, hogy bármit megtenne érte. A következő pillanatban elakadt a szívverése. Bence, mintha megbotlott volna odalent. A messzelátó fölé hajolt. Látta, hogy a professzor karjával úgy kalimpált, mintha az egyensúlyát akarná visszanyerni. De úgy látszik, még sincs baj. A professzor most tovább haladt. Elérte a kráter oldalán a letölt részt, ahol a láva hömpölyög. Eszti szívét félelem szorította össze. Ha valami baj éri. Most értette csak meg, milyen vakmerő feladatra vállalkozott. Hiszen egy rossz mozdulat a helikopterrel, egy hibás csavarás a hevedereken a professzor életébe kerülhet. Bence még mindig a kráter peremén állt. Nem tudta eldönteni, hogyan rögzítse a gépet. Néhány száz méternyire keletre bazalt szikla emelkedett. 200 métert keletre, a sziklához. Adta a rádió utasítását Esztinek. A gép néhány métert emelkedett, és a kijelölt pont fölé hajalt. Bence jól megkapaszkodott az ejtőernyő kötelében, és figyelmesen szemlélte a sziklát. Lejjebb, adta az utasítást. Eszti pontosan végrehajtotta a parancsot, és Bence könnyedén lépett a bazaltömbre. A felülről egységesnek látszó sziklatömb azonban nem volt egyéb, mint egy magasra tölt lávahullám, amely hirtelen meghűlt, és megszilárdult a kérge. A vékony kéreg alatt puhán, melegen, viaszszerűen duzzadt a láva. A kéreg Bence súly alatt benyomódott, a repedéssel láva budjant, és a professzor rémülten érezte, hogy süllyed. Az egyik lába beszorult a megrepedezett rögök közé. A műszereket elhelyezni, gyorsan visszajutni, minél gyorsabban, gondolta kétségbeesetten. A készüléket le kell tennem a kezemből, az egyik legfontosabb megfigyelési pont. Szabadon lévő lábát igyekezett ott megvetni, ahol a sziklarögök a legszilárdabbnak látszottak. Az egyik karjával úgy kapaszkodott az ejtőernyő kötelébe, hogy minél kevesebb súllyal nehezedjék a földre. Beszorult lábát úgysem tudta kihúzni, és elakadó szívvel érezte, hogy védőbakancsán át is egyre jobban égeti a lábát a forró láva. Gyorsan, gyorsan, mondogatta magának. De hogyan mozogjon gyorsan, amikor a lábai foglyok, és csak egyik kezével dolgozhat? A televíziós készüléket és a tektonográfot a sziklatömb egyik kiugró részére helyezte. A helyet előbb a legújabb ragasztószerrel, az úgynevezett tapadóporral szórta be. Ez az anyag arról volt nevezetes, hogy úgy viselkedett a műanyagokkal, mint a fémekkel a mágnes. Magához rántotta, és szilárdul fogta. Ha az odaragasztott tárgyat ismét el akarták venni, a tapadóporba gyenge áramot vezettek, mire elengedte a műanyagot. Tamás és Wilkins a televíziós készüléken nézte a professzor munkáját. Ők csak annyit láttak, hogy a televíziós felvevő kitűnően működik, a képen az egész lávató látható, és a kráterből szakadatlanul ömlő lávapatak. Jó a kép? Kérdezte rádión Bence. Kitűnő, felelték.
Igen, de most én velem mi lesz? Gondolta Bence András, és megpróbálta kihúzni a beszorult lábát a kövek közül. De a forró sziklák úgy fogták, mint a harapófogó. Ha jelzést adok, hogy húzzon fel, eltörik a lábam. Ha külön csizma volna rajtam, egyszerűen kilépnék belőle, de így. Eszti odafenn a helikopteren egyre türelmetlenebbül várta Bence jelzését. Látta, hogy a tanár már elhelyezte a felvevőt, hallotta a rádión folytatott beszélgetést is. A messzelátón figyelmesen szemügyre vette a tanárt, és rémülten felkiáltott. Most látta, hogy Bence nem bírja kihúzni a lábát a sziklák közül. – Baj van? – szólt le ijedten. Bence a rádiókészüléken hallotta ezt ijedt kérdését, de nem tudott mit válaszolni. – Persze, hogy baj van. De mit lehet csinálni? Most már mindkét karjával a hevederbe kapaszkodott. Húzta, rángatta a beszorult jobb lábát, de hiába minden. Arcán, nyakán, patakokban folyt már a veríték. Zihálva, erőlködve próbálta kitépni a lábát a forró, olvadt sziklából, de mintha oda nőtt volna. Reménytelen. Éde nem is szállhat le értem helikopter, nincs más hátra elengedni a hevedert. De hiszen akkor egész testemmel belesüppedek a lábába. Megpróbált egy kézzel kapaszkodni, és a másik kezével letépni magáról a védőruhát. De valahányszor gyengében kapaszkodott és előrehajolt, a láva még mélyebbre húzta a lábát. Olyan fáradt volt, mintha 100 éve lebegett volna már a helikopter és a tó között, és a forró gőzök is egészen elkábították. Felnézett a helikopterre, és majdnem felkiáltott. A gép ugyanúgy lebegett a levegőben, mint eddig, de valami kizuhant belőle. Jóságos ég, hiszen ez csak Eszti lehet. Egy pillanat múlva kinyílt a lány ejtőernyője, és a másik pillanatban Eszti ott volt mellette, alig egy fél méternyire tőle. A lány anélkül, hogy a lábát a földre tette volna, vagy csak egy árva szót is szólt volna, előrehajolt, és egy szupermetál hegyütővel rendkívül óvatosan megkarcolta Bence lábán az azbesztnadrág szárát, vagy 5-6 centivel a lába fölött. Gyorsan, másszunk felfelé, kiáltotta. Segítsek? Ezt fogja meg, András. Az ejtőernyőjét engedj el, hallotta Bence a lány hangját. A professzor alig tudta, hogy mi történik vele. Alvajáró módjára kapaszkodott a kötélbe. Érezte, hogy a drótkötél megrándult, és hogy lába mesztelenül kalimpál, a védőruha lávában ragadt cipő része, valahol messze elmaradt mögötte. Gyorsan, gyorsan, kapja fel a lábát! Kiabálta Eszti kétségbe esetten. Gyorsabban mászik! Vigyázzon, tele lesz égési sebekkel! De Bence ezt már alig hallotta. Érezte, hogy a kötél húzza felfelé, látta, hogy fölötte Eszti úszik, most eléri a helikoptert. Most a lány beugrik. Most, mintha ő vele is sokkal gyorsabban menne felfelé a kötél. Persze, most már a motor húzza. Még egy pillanat. Eszti karja kinyúlik érte, és a fiatal lány erélyes mozdulattal besegíti őt is a gépbe. Eszti a motorral pillanatok alatt felhúzta a hevedereket és a kormányt, amely egész idő alatt egy helyben lebegésre volt kapcsolva, most a tisztás felé irányította. Közben bal kezével az első segédcsomagból sebolajat és gészt vett elő. Nyújtsa csak ide a lábát, égésisebb van a talpán. Nem fáj? Bence elmosolyodott. Nem fáj. És nagyon köszönök mindent, Esztike. És milyen szép szőke haja van magának. Csak, hogy észrevette, gondolta Eszti sóhajtva, és a kormányt nézte olyan komoly ábrázattal, mintha Bence szavait nem is hallotta volna.